2011-ben kerültem az intézménybe, Tóth József igazgató úr meghívására, akkor még óraadóként, ugyanis az iskolával párhuzamosan a Debreceni Csokonai Színházban is dolgoztam, mint korrepetitor és karmester. Több tárgyat is oktattam, kezdettől fogva. Hát a fő területem az különös, egy nagyon komplex tár lett, a zenetörténet vagy zeneirodalom, ugye a tárgynak a neve az változott az évek alatt, ami egy a szolfés zeneelmélet, illetve a zenetörténet, a művészet történetnek egy komplex tárgya, és egy olyan általános, ugyanakkor unikális tájékozottságot is ad a gyerekeknek, ami azt hiszem, hogy a tárgynak a sajátossága. Tehát ebbe beletartozik az analízis, beletartozik a történelem, a művészet történet, az irodalom ismerete, és hát így azt hiszem, hogy egy nagyon különleges és egyedi élményt ad a gyerekeknek. Én legalábbis erre törekszem az óráimon is, hogy egy teljes képet kapjanak, és mindig a zene felől közelítjük meg. Mindig elmondom nekik, akik hozzám kerülnek elsőbe vagy másodikba, hát leginkább másodiktól, hogy a zene irodalomból mi a zenére fókuszálunk, és aztán ebből következik a többi. Kamarazenével is foglalkoztam, és itt azokat a tapasztalataimat tudtam kamatoztatni, amit ugye a színházi munkámban, mint karmester és mint zongorakísérő, korrepetitor, ugye profi együttesek irányítója, betanítója szerezhettem. A kinevezésemmel egy időben az akkori igazgató, aki a szakgimnáziumi, akkor szakközépiskolai részért felelt, Balagi Tamás felkért, hogy vállaljam el a szimfonikus zenekarnak az irányítását. Ezt akkor örömmel vállaltam, és most már azt mondhatom, 8 éve vezetem az együttest, nagyon sok koncert, élmény, tábor, külföldi szereplés, és rengeteg próba áll mögöttünk. Robert Schumannt idézném, a német romantikus zeneszerzőt. Minden fiatal zenész számára megfogalmazott egy útravalót, zenei, házi és életszabályok. Ebből idéznék. Ha mindenki az első hegedűt akarná játszani, nem volna zenekar a világon. Minden zenész a maga helyén becsülj meg. Szeresd hangszeredet, de ne légy oly hiú, hogy azt elsőnek és egyetlennek tartsd. Gondold meg, hogy van más hangszer is, és éppen olyan szép. Gondold meg továbbá, hogy énekesek is léteznek, és hogy a kórusban és zenekarban nyilatkozik meg az, ami a zenében a legmagasabb rendű. Úgy gondolom, hogy aki az iskola diákjává válik, az valamelyik együttes révén, ugye a vegyeskar, a fúvózenekar vagy a szimfonikus zenekar révén részese lehet ennek a zenei és közösségi élménynek, amire Schumann is utal. Néva Don Kodály szellemében, az ő mutatásait követve, a figyelem és a fegyelem révén olyan magas szintű produkciókat tudunk létrehozni, ahol a gyerekek a Schumann által említett legmagasabb régióba emelkedhetnek, illetve emelhetik a közönségüket. Ugyanakkor a közösségi élet, ugye a próbának eleje van, közepe és vége van, a próbarendeket kell rendezni, oda kell érni pontosan, próba közben figyelni kell a karmester utasításait, figyelni kell a pulttársamat, türelemmel végighallgatni az instrukciókat, ugyanakkor szorítani egymásért, hogy na, sikerüljön azt a frázist eljátszani. Próba végén pedig ugye el kell pakolnia a székeket, a kotálványokat, kultúráltan kell elhagyni a helyszínt. Tehát mindaz, ami ugye a profi életben már élesbe megy, arra azt hiszem, hogy itt neveljük a diákokat, illetve hát nevelődnek az évek során az együttes munkanevelő őket. Beleszoknak, és azt mondhatom, hogy az idősebbek reményeim szerint segítik a fiatalabbakat. Az első tanárom, akivel az első szolfézsoráimon találkoztam, még kis mazsolaként, azt hiszem, hogy ő ültette el bennem a zene szeretetét, és miután, hát most már mint pályatársként köszönthet engem, azt mondta, hogy Máté, mindegy, hogy mit csinálsz az órán idézőjelbe, egy a fontos, hogy az élményt adjon a gyereknek. Hogy úgy menjen ki az ajtón, és te is úgy menj haza, vagy úgy menj be a tanárba, vagy ma történt valami az osztályteremben.
Ez lehet, hogy 2 másodperc volt, lehet, hogy 10 perc volt, lehet, hogy fél óra volt. Ez az óra rendületétől, hangulatától függ, de azt hiszem, hogy ez a legfontosabb. Nagyon szeretnivalóak, és kibírhatatlanak egyszerre, és ennek ellenére szeretnivalóak. Hát azt hiszem, ez tényleg a tanítás művészete. Itt aztán ezt megtanulhatja az ember, szóval itt nincsenek általános sémák és szabályok, hogy kell viselkedni. A tanárnak és a diáknak az osztályteremben is minden órán ugyanúgy, mert minden gyerek más és más, és minden hónapban más és más, és azt hiszem az a legnagyobb művészet, hogy ezt figyeljük, és ez alapján terelgetjük őket, hogy ne adj Isten, ha hozzám bejön a vezetőség, és azt látja, hogy hát ennek a gyereknek nincs kész a házi feladata, akkor én tudom, hogy miért nincs kész, és azt mondhatom, hogy gyere egy hónap múlva, és minden rendben lesz. Tehát azt hiszem, hogy teljesen személyes az az oktatás, még a csoportos órákon is, vagy legalábbis törekszünk erre, hogy személyessé váljon, a gyerekre fókuszál. Ugyanakkor az egészséges elvárásokat és a tiszteletet is megköveteli. És azt hiszem, hogy a gyerekek ebbe belemelődnek. És hogyha érzik ezt a bizalmat, ezt az odafordulást, ezt a szeretetet, ami mindig őszinte kell legyen, akkor erre ők reagálnak. És partnerek tudnak benne lenni. Na most hát persze az élet a felnőtteké, a gyerekeké sem egyszerű, tehát nem minden nap ugyanúgy kelek fel és ugyanúgy megyek haza. Tehát ebbe beletartozik az is, hogy az adott napi anyagot nem tudom úgy leadni, nem készültek fel a dolgozatra, nem készítette a házi feladatát, nem tudja a választ, nem jön be órára, elkésik. Vagy éppen egész órán szerepel, és mindent tud, és mindenre válaszol. Na, és akkor még egy történetet elmond. És akkor ebből kialakul egy olyan sajátos légköre az órának, amiben tényleg hát művészet átvenni az irányítást e fölött, és ebből kihozni valamit, hogy az élményszerűvé váljon. Ezek ellenére, vagy ezek mellett, vagy éppen ezekbe belekapaszkodva.